Az első előfordulása a szónak úgy, mint hodes, de nézzük meg magát a szót. Ez a kifejezés, amit később ugye új holdnak fordíták, vagy a hónap első napján. Kezdjük akkor az új holdt. Ez az új hold. Az új hold szó úszszor fordul, fordul elő magyar, magyarban, de nézzük meg, hogy angolul mi a, mi a helyzet. Hogyha az angol szót keressük meg, akkor az új hold valamennyivel többször fordul. Jelenleg magyarul is meg lesz ez a 34, de ennyiszer fordul elő a kifejezés új hold. Ami érdekes szerintem az az, hogy még angolul. Angolul, ja igen, ez a a... amíg a, például ez a a... ugye azt írja, hogy új hold, vagy new moon, angolul, addig a magyar ezt az első hónap első napjának mondja. Hiszen ez ki fog derülni mindenki számára, az új hold, a holdak nincs -e semmi köze a hónap, kezdetéhez. Ez a lényege a dolognak, amit mondani szeretnék röviden már most, itt az elején. Sajnálatos, hogy a legtöbben ezt nem értik, de a helyzet ez. És az a naptár, amit Izraelben ma követnek, az nem az a naptár, amit Jahua kitalált, nem lehet az a naptár. Ez ki fog derülni mindenki számára villám gyorsan, de a lényeg az, hogy a kifejezés a Hodes új holdként van fordítva. A magyar új hold például ez ugye mi bár 29.6 az új hold égő áldozatán és annak ételáldozatán kívül és a szüntelen való egészen égő áldozatán, azok az italáldozat, blablabla új hold a hónap első napja, hold hónap. Szó a nek nincsen köze a holdhoz. A hold héberül jareh. A kifejezés jareh, mint hold. Az égitest hold az nem hodes. Hodes azt jelenti, hogy új vagy megújult. A jareh pedig azt jelenti, hogy hold mint az égitest. Úgyhogy azt akarom ebből kihozni, hogy azért, mert az van odaírva, hogy új hold, az nem azt jelenti, a kifejezés hodes bármi köze lenne a holdhoz. Köze van az újhoz, de a holdhoz nincs. Azért van köze az újhoz, mert ez a hónap első napja. A babiloniai naptár szerint az új hold megjelenése volt az első napja a hónapnak. Ezért elkezdték így használni, hiszen a mazoletikus írásoknak a szerzői, akik ezer körül írták az úgynevezett Bibliát, legalábbis a tanák részét, ezer körül időszámítás után vagy szerint ezerben írták le ezeket a szövegeket, amelyből a károli is fordítva van egyébként, ők már ezt a naptárt követték, így számukra a Hodes azt jelentette, hogy új hold, hiszen ők az új hold szerint számították az időt. De a szó maga nem azt jelenti, hogy új hold. A Hodesnek nincsen köze a holdhoz. Nézzük meg, hogy mit jelent maga a szó Hodes. Meg fogom mutatni a a Héber betűk táblázatát, és nézzük meg az első karakter, ez egy het, ami kerítés vagy fal, a második egy dalet, ami ajtó, a harmadik pedig egy sin, ami a két első metszőfogat ábrázolja. Így összerakhatjuk úgy is, hogy a hodes, mint a megújult, vagy az új, maga a kifejezés, azt jelenti, hogy valami, ami elválasztja, vagy elkülöníti a pusztítást, mint a sin az ajtótól, a bejárattól, ami maga Jahusá. Hiszen a két külsőt nézzük meg először, és aztán a középsőt. Ha valaki más megoldást választ, halleluja, ez az, amit én itt gyorsan összehoztam. Egyébként a szó maga hadás szóból. Ha valaki ismeri a kifejezést, brit, Khadrsá, akkor az ez a szó, az új része. Az úgynevezett új szövetség az Berit Khadrsá. Szóval nem új szövetség, hanem megújult szövetség. Vagy felújult, vagy helyreállított, vagy megjavult szövetség. Megújult szövetség. A helyes kifejezés. Hiszen nem egy új szövetséget között, hanem megújult. Ugyanúgy, ahogyan a hold megújul minden hónapban. Szóval a hold megújulása bemutatja számunkra nem csak, hogy az ember egész életét, vagy azt, ahogyan megújul az ember karaktere időről időre, hanem azt is, ahogyan Jahua megújította az ő szövetségét az emberiséggel és Izrael. -e. Brit Hadesha, mint megújult szövetség. Ez a szó Hodesh. Szóval a hodes szónak, vagy a hodes szónak nincsen semmi köze a holdhoz, vagy a hold hónaphoz, vagy az új holdhoz. Ez a szó azt jelenti, hogy megújult. Azért megújult, mert a hónap ezzel a nappal kezdődik, így megújult egy újabb ciklus, egy újabb hónap. Nem azt jelenti, hogy ez a holdhoz igazodik, ez csak azt jelenti, hogy az év 12 hónapjából az egyik véget ért, és jön egy másik körforgása a négy sabátnak, és megy tovább. Megújult a hónap. Nem a hold újult meg, hanem a hónap újult meg. Később aztán a babilóniai hagyományok, és ugye az összes pogány hagyomány tulajdonképpen a holdat követte Egyiptomtól végig, mint ahogy a gregorian naptárban is ugye használják a, a holdat az év kezdetének meghatározásához. Vagy a mostani úgynevezett zsidók Izraelben, vagy az iszlám például egy lunáris naptárt használ, azaz csak a holdat követik, így az ő naptájuk teljesen elcsúszik a gregorian naptártól. Szóval a pogányok mindig is a holdat használták a hónapok jelzésére, azonban a hodes szónak nincs semmi köze az új holdhoz. A hodesnek a megújuláshoz van köze, hiszen ekkor újul meg egy hónap, egy újabb ciklus az évben ekkor kezdődik el. Ez először akkor jelenik meg, amikor Jahua az özönvízről beszél. Ez ugye Barashit 7-es fejezet 11-es vers, ami így szól, Nach, vagy Noé életének 600. esztendejében, a második hónapban, Chodes, e hónap 17. napján felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának. Oké, nézzük meg ezt. A második hónap hónap 17. napján. Mindenki szépen írja le ezt magának, hogy a második hónap a hónap 17. napján. Felfogadnak a nagy mélység minden forrásai. 40 napon át esik a földre az eső, 40 nap, 40 éjjel. Ugye ismeri a történetet mindenki, és így fejezi be, és erőt vevének a vízek a földön 150 napig. 150 napig tartott ez a, az áradás a Földön. Elkezdődött a második hónapban, a hónap 17. napján, 150 napig tartott, és a következő fejezetben leírja, hogy felszáradt, és a bárka a 7. hónap, hónap 17. napján megfeneklett az Ararát hegyét. Ugye ez az a 150 nap, amiről beszél. A második hónap 17. napjától a hetedik hónap 17. napjáig a 150 nap, hiszen 5 hónap. Így ebből, hogy ez nem lehetett hold hónap. 5 hold hónapban nincsen 150 nap, hiszen a hold az 28-29 és fél nap, nem pedig 30. Ez nem lehetett egy hold naptár, hiszen. Nem jön ki a 150 nap. Most a kérdés felmerül, ugye, hogy ebben az 5 hónapban kell, hogy legyen 2 darab extra nap, hiszen 30, 30, 31, 30, 30, 31, így vannak a napok. Szóval a másik hónap 30 napos, a harmadik hónap viszont 31 nap, a negyedik hónap 30, ötödik hónap 30, a hatodik hónap ismét 31 napos, a hetedik hónap pedig 30. Kettő extra nap van, Megnézzük, hogy miért mondott mégis 150 napot, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy kettő extra nap van benne ez a 152. A választ erre pedig meg fogjuk találni énok könyvében. A 72. fejezet írja le, illetve hát a maga a harmadik könyv, az Astronomiai Könyv az, amelyik beszámol az égi testekről, azok mozgásáról, és hogy mi hogy történik a, az égben. Ez ugye az égi fények keringésének a könyve. A második rész ezen belül, ugye a szoláris év, az, ami a napról számol be. A nap ugye a, a negyedik kapuban kell fel, és 30 napon át ebben is nyugszik le. Utána az 5. kapuban 30 nap, ezután a 6. kapuba jut, és itt tér nyugovóra 31 napon át. Tehát 30, 30, 31. Utána ez ismétlődik, ez a ciklus négyszer, ugye így fog kijönni majd a 12 hónap és a 364 nap. 30, 30, 31, 30, 30, 31. A következő, amit meg kell néznünk, az a 75-ös fejezet, a szökőnapok és a csillagok. Ugye a szökőnapok, így szól róluk, a szökőnap ez a négy nap, a 31 napos hónapban a 31. Nap, az extra nap lesz a szökőnap. Vezetőik az ezrek fejei, akik az egész teremtés, az összes csillag felügyelői a négy hozzáadott nap fölött is rendelkeznek. Nem hagyják el helyüket a teljes év számításának megfelelően? Ezek szolgálnak azon négy napon, amelyek nem számítanak bele az évbe? Miattuk tévednek az emberek a számításban, pedig ezek a fények pontosan végzik szolgálatukat a világ állomásain, egyik az első kapuban, másik a harmadikban, egyik a negyedikben és egy a hatodikban. A világ folyásának pontos harmóniája az év 364 állomása által teljesül. Tehát ezek nem számítanak bele az évbe, ezek csak napok, hogy az év ne csúszson el, és ne csúszson ki az évszakokból ez a négy nap nem számít, ezért mondhatja azt, hogy a hetedik hónap és a második hónap 17. napja és a hetedik hónap 17. napja köz 150 nap telik el, hiszen ez a négy nap nem számít bele az év folyásába. De itt van leírva a hármas, és elmenének a vizek a földről, folyton fogyván, és 150 nap múlva megfogyatkozának a vizek. Ez a 150 nap, amiről itt beszél. Úgyhogy egy hónap nem lehet a holdhoz igazod, igazítani egy hónapot, hiszen akkor nem jön neki a 150 nap semmilyen körülmények között. A hold egyébként 10 napot késik egy évben, ez is le van írva én a könyvében, legalább 10 napot, bocsánat, azaz három évente egy egész hónapot csúszik a hold, így a holdat nem lehet számításba venni a hónapok jelöléséhez, illetve a hónapok kezdetéhez. Ez az egyik, amit érdemes mindenkinek észben tartani, akik a Hold naptárat követik. A Hold naptár nem lehet Jahu a naptárja. A jelenések könyve 11-es fejezet így szól, és adtam neked veszősz hasonló nátszálat, és angyal áll a mellém, és mondd el, fel, és mérd meg Elohim templomát, az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak, de a tornácot, melyek templomon kívül van, Kihagyt, és azt meg nem ért, mert a pogányoknak adott, és a Kodes, vagy Szentváros tapadják 42 hónapig. A 42 hónap az 1260 nap, ez ugye fél év. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy profétáinak gyászruhába öltözve 1260 napig. 42 hónapig fogják ugye a pogányok ezt a várost letiporni, és ez 1260 nap. Ahogyan működik, jelenések könyve, 42 hónap, 30 nap, az 1260 nap. 29 és fél nap átlagosan egy hónap a holdnaptárban, és az új hold feltűnésekor kezdődik egy-egy hónap, a legtöbb holdnaptárban. Ugyanúgy aztán megemlítik az iszlámot. Hogy ők hogyan használják. Az iszlám évben 12 hónap 354 nap van, így az év kezdete folyamatosan vándorol visszafelé, ugyanis a hold 10 nappal hamarabb fejezi be az évet, mint a nap. Így nem tudjuk a holdat használni a hónapok kezdetéhez, hiszen egy év az 354 nap hogyha a holdat veszi valaki figyelembe. Ez már elég kellene, hogy legyen ahhoz, hogy valaki rájöjjön, hogy amennyiben, amennyiben jelenések könyvét olvassuk, és azt mondja, hogy 42 hónap, 1260 nap, akkor az nem lehet a holdnaptár szerint, hiszen a holdnaptár csak 354 nap, egy év. Hogyha 1260 at elosztjuk 35 3 és félle akkor az 360 lesz ugye ez 3 és fél év idő idők és egy fél idő ez Dániel proficiája 360 nap ugyanis Láttuk Énok könyvében, hogy a négy szökőnapot nem számolja bele az évbe. A négy szökőnap azért van ott, hogy az éjszakok ne csúszanak el a helyükről. Ezek, ezek jelzések, jelző pontok annak érdekében, hogy tudják az emberek, hogy egyik éjszak átfordul a másikba. 360 nap az, amivel számol, de az év 364 napos, de a négy nap nem számít bele az évbe. Így jön ki pontosan három és fél év az 1260 napra, ami a profécia jelenések könyvében, és a profécia Dániel könyvében meg fogjuk nézni, mert azt hiszem 3,5 fél év van ott, úgyhogy azt fogjuk megkeresni. De, hogyha 354-jel számolunk, 354 nap egy hold év, ha azt megszorozzuk három és féllel, akkor az 1239 nap lesz. Azaz 21 nappal kevesebb, mint a proféciában. Így a hold nem jelölheti a hónapok idejét, hiszen nem fog kijönni a profécia pontosan. Az egyértelmű kell, hogy legyen mindenki számára, hogy a hold nem kezheti, nem jelölheti a hónapok hosszát, a hónapok kezét, A holdnak ehhez nincsen köze, és nem is lehet köze, hiszen a hold egy másik időbeosztás szerint megy, mint a nap. A holdnak más szerepe van, nem az, hogy jelölje az év vagy a hónapok kezdetét. Úgyhogy visszakanyarodva oda, amiről szó volt korábban, a Hodás! Az új hónapot jelölte, és nem az új holdat. Ők csak így használták. A Dániel 7-es fejezet, a 24-es, a 10 szar pedig ez, ebből az országból 10 király támad, más támad utánuk, és ez különböző mint az előbbiek, három királyt fog megalázni. Sokat szól a felséges ellen, ez ugye a lie, ez, ez um, arámi felső vagy legfelsőbb, ez a héber, Eli, egy pillanat, vagy Allah, mint magasságos, ugye a Dániel könyve már arámi nyelven ír, Elohim, tulajdonképpen akiről beszél, magasságos, Elion, a legfelsőbb, szentjeit, vagy a Kedosim, megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket, és a törvényt, a törvény az uh, Dát, vagy Dát határozat, vagy törvény, Héberben Dát, törvény vagy rendelet, és az ő kezébe adatnak egy ideig, időkig és egy fél időig. Ez az idő, 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 időkig és fél idősz három és fél évet jelent. Három és fél év, 1260 nap. Szóval három és fél év az csak akkor tud 1260 nap lenni, hogyha nem használjuk a holdat, hiszen három és fél szer 360, az pontosan 1260 nap, és ez nem jön ki a hold mint ahogy láttuk. Ugyan ez a profécia Dániel könyvében, mint ahogyan az jelenések könyvében megtalálható. Egy hónap, 30 nap, négy szökőnap van, az évben, és így 364 nap egy év, és az új hold az egy fordításbeli félreértés, hogyha finoman akarunk fogalmazni, de egyébként valószínűleg abból ered, hogy akik írták ezt a szövegverziót, azok már a hold hónapot használták. Megbeszéltük ugye Noé esetében, hogy ez hónap volt. Láthatjuk azt is, hogy például Beresit, 8-as fejezetben szintén azt írja, hogy a mint egy Mózes, ez mind Mózes könyv. Elfogadjuk azt, hogy ezeket a könyveket Mózes írta le, akkor egy érdekes dolgot fedezhetünk fel. Ez pedig az, hogy ez bár a Sít 8 fejezet itt úgy fogalmazik, hogy a második hónapban pedig, a hónapnak 27. napján megszárad a Föld. Ez a hónap itt, ez hodes, és a hó mellette szintén hodes amit ő használ a kifejezés. Viszont ami érdekes az az, hogy második Mózes, az a Semót második fejezetben, mikor azt mondja, hogy Mózes megszületik, és fogad a méhében az asszony, és fiat szül, és látá, hogy szép, és rejtegeti az három hónapig. Ez a szó három hónapig viszont már jerach, azaz hold. Hogyha valaki azon töpreng, hogy ez hogy lehetséges, akkor akkor arra a megállapításra kell, hogy jusson, amit le van írva. Az ókori egyiptomiak például a Sirius csillag helikális kelését figyelték, ami egybeesett a nílus áradásának kezdetével, ha nem így történt, beiktattak egy plusz hónapot az új év kezdete előtt. Ezek az, ezek az emberek az év hosszának, illetve kitüntetett napjának meghatározására Bizonyos csillagok vagy csillagképek kelését figyelték meg, ami ez a helikális, vagyis a nap felkeltét közvetlenül megelőző, illetve akronikus, azaz nap nyugtát közvetlenül követő időszakban. Az ókori egyiptomiak tették ezt, szóval ők is egy más naptát használtak. Ugyanúgy, ahogy Följebb olvassuk azokat a naptárakat, amik a hold fázisain alapulnak, de az év hosszát a nap járásához igazítják, luni szoláris naptárnak nevezzük, mint a mostani úgynevezett zsidó naptár. Ezekben a naptárakban egy egész hónapot be kell iktatni, különben ö, ki csúszik az éjszakokból a naptár, vagy pedig el kell venni három évente, ugye a tíz nap kés is egy hónapot ad ki. Szóval, ami történt az az, hogy Mózes Egyiptomban élt, és ott ezt a módszert használták. Így a jeráh szót használja a hónap jelzésére. Láthatjuk azt, hogy megmutatom még egyszer. Egy Mózes 38, és lőn, mint egy három hónap múlva jelenték Jahúdának vagy Júdának, mondván, ha már a te mennyet paráználkodott, és ímé terhes és paráznaság miatt, is mondja Jahúda, vigyétek ki őt, és égessétek meg. Amikor azt mondja, hogy és lőn három hónap múlva, hodes, beresít 38-as fejezetben, 24-es versben azt szót használja a hónapra, hogy hodes. A következő fejezetben, vagy könyvben, sem ott, második fejezetben, azonban már így kezdi, hogy fogad a méhében az asszony, fiat szüle, és látá, hogy szép és három hónapig, ez a szó itt már ilyen rá. Ugyanis átkerültek egy másik időszámításba, egyiptomba. Ezért az a kifejezés használja, hogy ilyen rá. Mikor Jahua beszél arról, a húsvéti bárány, hús, bocsánat, húsvéti bárány, a páska bárány elrendelésekor, ő így szó, ez a hónap legyen nektek a hónapok elsője, első legyen ez nektek az esztendő hónapé között. Ekkor visszatér a chodes kifejezésre, hiszen ők nem használták tovább a holdat. Mind a három szó, hónap, itt már chodes. Egyiptomban a jerach Szót használ, hiszen az egyiptomiak azt a naptát követték, utána azonban egyértelművé teszi, hogy ők nem a holdnaptát használták, ezért használja a kodest, mint megújult. Azaz megújul egy új hónap, és elkezdődik az új hónap. És egy elmúlik, egy pedig megújul. Úgyhogy halleluja! Szóval, ha ez értető mindenki számára, Akiket érdekel ez a téma, világos, hogy a hold nem jelezheti a, az év kezdetét. szoláris naptár, ami a, a hold alapján számolja a hónapokat, de igazítja azt a napjárásához, az nem pontos, és az nem lehet javul a naptára, hiszen a proféciák nem működnek azzal. A jeráh szót egyiptommal használja csak a hónapoknak megnevezésére, vagy jelölésére. Huar nem azt az utasítást adta nekik. Szóval ezt mondja Jahua Elohim, az első hónapban, a hónap elsején végy egy fiatal hibátlan bikát, és tisztítsd meg a kodás vagy szent helyet. És vegyen a pap a bűnért való áldozat hincsa ház ajtó félfájra, és az oltár bekerítésének négy szegletére, és a belső pitvar kapu félfájra. Ugyanez lesz a hónap hetedik napján, tudatlanságból, védkezőért, és vigyázatlanságért, és így tisztítsátok meg a házat. 14. napján a Páska, ugye ez az első hónap 14. napja, és a 7 napos ünnepen kovásztanom kenyeret. Az első hónapban, a hónap elsején volt egy áldozat azért, hogy a szent hely megtisztulja. A szent hely ez mikdáss. Ez a Szent Hely, a gyülekezet helye. Szenté, Szent Hely, a Kodes, vagy Szent Sátor, illetve a templom. Első hónap elsőjén, azaz a mai napon, kellett ezt a helyet megtisztítani. És ez egy különleges nap volt az év folyamán. Kodes az arra utal, hogy megújul egy hónap, hogy elkezdődik egy új hónap, és befejeződik az előző. Ez Ézsaiás 60-15-ös mert ímé Jahua eljő tűzben. Jahua, mikor eljő tűzben, az nem lehet akármikor. Ez az utolsó napokról ír, mikor el fog jönni. Mit fog csinálni? Mint a forgószél az ő szekerei, hogy megfizesse búsulásában az ő haragját, megfeddését sebesen égő lánggal mert Jahu a tűzzel ítél, és karjával minden testet, és sokan lesznek Jahu által megölt. Ez nyilvánvalóan az utolsó ítéletre vonatkozik, amikor a földet megítéli a rajta élőkkel együtt. Kiket, akik magukat megszentelik és mossák kertekért, valaki, ugye egy pap mögött, középen a kert közepén, akik disznóhúst esznek, és pérget és egeret együtt pusztulnak el, mind mondja. Úgyhogy disznó evés az nem fér be. Nézzük a 23-as. Arról beszél, hogy eljön megítél mindenkit. 18-szó fogunk folytatni, és én cselekedeteiteket és gondolataitokat. Ez fogja megítélni a cselekedetet és a gondolatot eljö, hogy minden népet és nyelvet egybegyűjtök, hogy eljövén meglássák az én dicsőségemet. És teszek köztük jelt, és küldök közülök megszabadultakat a népekhez, Társis pollód, tubájában az Iászok, messzi szigetekre a golyém, és amelyek rólam nem hallottak, és nem látták dicsőségemet, és hirdetik dicsőségemet a népek között azaz el fogja vinni az ő jó hírét minden néphez. Elhozzák minden testvéreiteket onnan, minden népek közül ajándékul Jahuának, lovakon, szekereken, hintókon, összvéreken, tevéken, a szentségemnek hegyére, Jeruzsálembe, így szól jahuha, Amint hozzák, Jesrálnak fiai az ajándékot, tiszta edényben Jahuának háza. És ezek közül is választok a papok közé, a léviták közé, így szól Jahua. Mert mint az új egek, semelyim és az új föld, eredsz, melyeket én teremtek megállnak én előttem, szól Jahua, azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek is. Utolsó időkről beszél. És mi fog történni? És lesz, hogy hónapról hónapra, se bátra eljön minden test engem imádni. Azaz még akkor is, hónapról hónapra és se bátra minden test el fog jönni, és őt fogja imádni. Egyébként a hónap érdekes módon itt, tai, ez ugye elég, elégség, mennyiség, Khodes. Azaz ugyanúgy a hónap, mint eddig volt. Szóval sabátról sabátra és khodesről khodesre. Hónapról hónapra, sabátról sabátra. A hónapról hónapra az a hónap első napját jelenti azt a sabát napot. Ezek a napok, ezek kijelöltek, mindig is így voltak, mindig is így le. Az első ilyen, az Bamibar 29, ugye az új hold napján. Ez a hetedik hónap első napja, ez ugye a kürzengés ünnepe, Yom Terua. Kürzengés ünnepe, ez a hetedik hónapnak az első napján van egy kodes gyülekezés. Ez benne van az ünnepek közt, a 23-ban, úgyhogy ez nem újdonság, ez a kürzengésének napja ekkor semmi munkát ne végezzünk, készítsetek kedves illat, egész áldozatot, stb. ételáldozat, egy-egy tized részt, kecskebak, stb. Az új hónap egészen égő áldozatán, stb. stb. Ezt a napot, a hónapnak az első napját írja le itt, és ezt Chodesnek hívja. Az az új hónapnak. Ez a hónap első napja. Nem azért, mert ez egy új hold, Azért, mert ez egy, hóna, egy új hónapnak az első napja. Ennek semmi köze nincs a holdhoz, nem lehet köze a holdhoz, hiszen nem működhet úgy a naptár. Az egész év az év kezdete után le van fixálva, addig, amíg nem lesz vége az évnek. Ő nem fog extra hónapokat hozzáadni az ő naptárához, meg tíz napot késik, meg tíz napot siet, meg nézi a hódat, meg össze-vissza majd mindent figyel. Megkezdi az évet az Equinox, vagy a napi egyenlőség, Mondhatok, ez az egész év le van fixálva, és mindenki tudja, hogy mi a, mi a teendője abban az évben. De szerintem Samuel a Lev szintén ezt bizonyítja a 20-as fejezetben, és mondta Daud Janatánnak e-mail holnap, Kodesh, új hónap lesz, mikor a királya kellene leülnöm, hogy egyem, de te bocsással engem, hogy elrejtőzöm a mezőn, a harmadik nap esté. Új hold, az egy ünnepnap volt. És hogyha megérti azt mindenki, az új hold, az egy sebát, amennyiben ez a hónap úgy alakul, hogy az új hónap a, a hatodik napra esik, azaz a, mondjuk a mi pénteki napunkra, mint ahogy egyszer a negyedik nap, egyszer a hatodik nap, egyszer az első nap, szóval 1-4-6. Így alakul az új, az új hónapnak a, a változása egy évben. Ugye a 30-30-31 nap miatt ez így vándorolgat, szóval 1-4-6. Hogyha ez a hatodik napon van, akkor az első nap sabát, a második nap sabát, és és a harmadik nap estéig kell elrejtőznie, hiszen akkor kellene neki a királyan lenni. Ezért mondja ezt, a, ezt, hogy a harmadik nap estéig, hiszen az első nap estéje, az az előző hónap utolsó napja, utána az az egy első nap, az utána a második nap estéje, amikor a második nap kezdődik, és amikor a második nap vége van, akkor kezdődne a harmadik nap, az a harmadik nap nak az estéje. Ezért mondja az, hogy három nap neki el kellene rejtőzni. Úgy ez is mutatja, hogy ez egy sabát volt. Ugyan ezt mondja a 18-as versen, mondja neki Jonatán, holnap az új hold, vagy kodes, nek a kodes lesz, kérdezősködni fognak utánad, mert a helyed üres lesz, hiszen ez egy ünnepnap volt. A harmadik napon fog majd ő visszatérni. Ugye az első nap volt a hatodik nap, az egy sabát az újhold miatt, a második nap a hónapban egy, egy sabát a heti sabát miatt, és a harmadik napon fog jönni, hiszen akkor már nem. Itt pedig már eljött az újhold, ez a 24-es vers, és leült a király az ebédhez, hogy egyék. És lőn az újhód után következő napon, a második napon, mikor ismét üres volt Dáud vagy Dávid helye, és azt mondja Saul a fiának, Jonathannak, hogy a jesáj, jesáj, fia, miért nem jött el az ebédre sem tegnap, sem ma? Hiszen ez is egy sabát volt, azonban ez a heti sabát. A két sabát követte egymást. 34-es fel kell az asztalon, nagy haraggal, és semmit sem evék az újholdnak második napján, mert bánkódott Dávid miatt, mivel atya gyalázattal illette őt. Az első két naps bátor. Elizeusról van szó, ugye? Esztendő ilyenkor a piút fog szölelni, és mondta az Ne Adonai Elohim embere, nem úgy képtelen dolgot a te szolgáló lányodnak. És teherbe esett az asszony, fiat szült abban az időben, melyet megmondott Elizeus. Amikor megnőtt a gyerek, történt, hogy egy napon kiment az atyához, az aratókhoz, és mondta az atyának, jaj fejem, jaj fejem, és mondta a szolgának, vidd el őt az anyjához. Ki mikor felvette őt, vívja az ő anyjához, a szolgó ugye felvette, és az az ölében tartált délig, amikor meghalt a gyermek. Felment az asszony, és Elohim emberének ágyára tette őt, bezárván kijöve Elizeus ágyára. És előhívatá az ő férjét, és mondta, kélek küldjére nekem egyet a szolgák közül, és egy szamarad, hadd menjek el hamar Elohim emberéhez, és mindjárt megjövök. És az mondta, miért mégy ő hozzá, ma nincsen sem kodes, sem Az Azaz ezek szerint akkor mentek Elohim emberéhez, hogyha kodes volt, vagy új hónap, vagy pedig sabát, hiszen mind a két nap sabátnak számított második krónika 31, 3 vers. És a király az ő jövedelmének egy részét égő áldozatok számára, reggeli esti áldozatok számára, sabát és kodes napok és ünnepek égő áldozatai számára, amint megiratott a törvényében. Ez Moed az ünnep, ami egy kijelölt időpontot jelent. Az új az egy speciális napot. Ez a Chodesh, az év, a hónap első napja, amiről itt beszél. Ez Nehemia, a tízes fejezet 33. A Chodesh kenyerekre szüntelen való ételáldozat, a szüntelen való égőáldozat. A sabát napokon, a Chodesh napján, az új holda, holdak napján, a hónap első napján, az ünnepnapokra, vagy Moed, a hodes dolgokra, bűnért való áldozatra, hogy mindezek megtisztítsák és állt a mi Elohimünk házának minden munkájára. Szintén arról beszél nekem mi hogy a Hodes, a, a, hónap első napja, az egy különleges nap volt, az egy ünnep nap. Ez Ézsaiás 1.13. Halljátok Jahuának beszédét, szodom a fejedelmei, és vedd Hatalmasságunk tanítását Gomorra népe. Ugye nem Szodomához és Gomorához beszél, hogy azok a, azok az, azok a városok már ekkor nem léteztek. Jeruzsálemhez szól, illetve Izraelhez őket hasonlítja Szodomához és Gomorához, Jahuda és Izrael. Mire való nekem véres áldozataitoknak sokasága? Ugyanezt fogja mondani majd az úgynevezett keresztényeknek. Mire való nekem a sok beszéd? Ezt mondja Jahua, megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait, hizlat barmok kövérét, túlkok, bárányok, bakok vérében nem gyönyörködöm. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? Azaz nem akarja látni őket, azért, mert a szívük nincs a helyén. Nem azért, mert a rendszer nem volt jó, hanem az ember nem volt jó. Mi az, amit mond nekik? Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot. Jó illattétel útállat előttem. Hodes, azaz új hónap, sabát, és ünnepre felhívás, kará, a Chara és a moed az a Chara az a három nagy ünnep amiket felsorol a Mózes 23-ban egyébként a kovászalan kenyér a hetek ünnepe vagy a Pentekost illetve a sátak ünnepe szóval új hold úgy mint Hodes, új hónap, sabát, ünnepre felhívás, mint a hará, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. A hodes napjaitokat, az új és ünnepeiteket, Moed, a kijelölt napokat gyűlöli lelkem, terhemre vannak elfáradtam viselni. Magyarul hodes, az új hónap, az egy speciális nap. Persze ez gondolom világos mindenki számára, de hát azért nézegessük meg. Sose árt. Tanácsait sokaságában megfáradtál. Ugye Babilonnal kapcsolatos jövendőlés, Babilon szűz lánya, mindig az aktuális világbirodalom. Így szól a mi megváltónk seregeknek hatalmassága az ügyei Yahuas Seba. az ő neve. Tanácsai sokaságában megfáradtál, na no álljanak elő és tartsanak meg az égnek vizsgálói, akik a csillagokat nézik, akik megjelentik az új holdak napján, hogy mi jövendre át. Az új holdak napján, a hónapok első napja. Még egy párat megnézünk ezek közül. Ez Ezekiel, már a 45-ös fejezet. Így szól fejedelem, tiszta pedig lése, hogy vigyen ég, egészen ég, égő áldozatokat, és ételáldozatot, és italáldozatot ünnepeken, ez az ünnep, ez Hág. És az új holdak napján, az az új hold még mindig lesz chodes. És a sabát napokon még mindig lesz sabát, mert ez örökké van, hiszen minden, amit ő... ő megadott az útmutatásban, az minden örökké van, és volt, és lesz. És Israel házának minden ünnepein moeval. Ünnep, ünnepség, ez a hák, gyülekezés, összejövetel, ünnepi áldozat, az a chodes, az Újhold, a életve illetve a Moed, ami egy kijelölt idő, úgy, mint, mint az ünnepnapok, amiket Jahua kijelölt. Ugyanígy így eh, tekint ő az új holdra is. Ez a 46-os fejezet, ugyanitt ezt mondja a Elohim, a belső pitvar kapuja, amely keletre néz zárva legyen, a dolog tevő hat napon, amikor az emberek dolgoznak, a sabát napon pedig nyissák ki, és a khodes napján is nyissák ki. Szóval az új hold és a sabát napján kinyitják ezt a kaput. És leborulva imádkozik az ország népe ugyanannak a kapunak bejáratánál a sabát napokon és a Hodes napjain Jahua elő. Hat a Hodes napján pedig egy épp és hat bárány és egy kos épek legyenek. Ezek az áldozatok. Ezek a napok számára kijelölt ünnepek vagy Moed, azaz ez Hósás 2.10. Itt ugye amiről beszél az az, hogy megszüntetem minden örömét, ünnepét, ez az ünnep, ez hág, és új holdját, vagy Hodes és Sbátyát, és minden ünnepe napját, az ünnepnapja pedig Moed. Ez az, amiről beszél itt uh, Jahua. Ez Hosás, Ez pedig már álmos. Így dolgot látott velem Jahua Elohim. Íme egy kosár ér egy gyümölcs. És mondám, mit látsz álmos? És mondám, egy kosár ér egy gyümölcs. És mondá Jahua nekem, eljött vége az én népemnek. És elnek. Nem bocsátok meg neki többé. Azon a napon jajá változnak a templom énekek, így szólja Hu Elohim. Te mérdek a hulla, szó nélkül hányják mind, minden üvé. Halljátok meg ezt ti, kik szegényre törtök, és e föld népeinek kipusztítására, mondván, mikor múlik el a hodes, hogy gabonát árulhassunk, és a söbbát, hogy megnyithassuk a gabonás házat, hogy megkisebbítsük a vékát, és megnagyobbítsuk az árát. Hamis mértékkel csalsunk. Amit mond az az, hogy sem a Chodesh napon, sem a Sabát napon nem lehetett árulni. Effektíve a Chodesh úgy, úgy funkcionált, mint egy Sabát. A hónap első napja az egy Sabát volt. Amiről Saul beszél Koloséjakhoz második fejezet, az pedig ugyanez. Senki azért titeket meg ne ítélje nevésért, vagy ivásért, vagy ünnep, vagy újhol, vagyis hodes, vagy sbát, melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a másiáké. Nem arról beszél Saul, hogy ez nem kell megtartani. Arról beszél, hogy ha valaki úgy dönt, hogy ő a holnaptár szerint halad, akkor hagyd csinálja úgy, ha valaki úgy dönt, hogy a Lunis szoláris naptár szerint halad, hogy csinálja úgy. Ha valaki, valaki így dönt, vagy úgy dönt, vagy amúgy dönt, hogy csinálja úgy, ahogyan a meggyőződése vezeti azt az embert, mindaddig, amíg csinálja. Aki nem csinálja, az egy probléma, az egy másik történet. Arról beszél, hogy akkor, amikor Saul írta ezt a levelet a Kolosséjakhoz, akkor a farizeusoknak más tradíciói voltak, mint amiről a másiák beszélt. Azért mondta, hogy ne hagyja, hogy megítéljék őket, hogy csinálja mindenki úgy, ami az ő meggyőződése. Ne hagyja, hogy a farizeusok az ő saját tradícióikkal meg, megzavarják, és ne hagyja befolyásolni magát egyáltalán. Csak csinálja mindenki a legjobb tudása szerint, és engedje, hogy Jahua elvezesse oda, ahol akarja, hogy legyen. Mindaddig, az em amíg az ember próbálkozik, és az ünnepeket végrehajtja, az új holdat, a sabát napot, addig nagyszerű helyen van. Ne engedje, hogy megítéljék az ő kezet mos, vagy nem mos, hányszor mossa meg a poharat, meg amiket a farizeusok csinálnak. Szó sincs arról, hogy azt mondja, hogy ha valaki, valaki csak él bele a vakvilágba össze-vissza, és akkor vasárnaponként elmegy templomban, meg énekelget, arról itt nincs szó hogy azt lehet csinálni. Itt arról van szó, hogy aki csinálja ezt, az ne hagyja, hogy mások megítéljék azért, hogy ő hogyan csinálja azt. Mint most, ha valaki azt mondja, hogy nekem a szombat lesz a sabát, és úgy haladok, ahogy most én elmagyaráztam ezt a naptát. Ha valaki másképp halad, nekem teljesen mindegy, hiszen ő se tudja pontosan, meg én se. Úgyhogy, úgyhogy ne ezzel egymást ne kínozzák az emberek. Arról végképp nincs szó, hogy, hogy most én csak azt mondom, hogy jó, akkor nem tudom, hogy mikor van, ezért én nem csinálok semmit, hanem csak uh, vagyok. A, a mi feladatunk az, hogy kikutassuk ezeket a dolgokat, ahogyan példabeszédek 25.2 mondja. A jahó a dicsősége a dolgok elrejtése, és a királyok dicsősége a dolgok uh, felfedése. Ez a mi feladatunk, hogy ezeket kikutassuk, ezeket a dolgokat. És... Uh, szerintem a napnál világosabb az, hogy amennyiben az ember keresi ezt, akkor Jehu ezt meg fogja mutatni. Zsoltánok, hogy Tehelim 104-es fejezet leírja, hogyha végnézzük, mindennek a rendjét. körülvette magát világossággal, vizeken építi fel a palotáját, szeleket teszi követeivé, ő fundálta a földet az ő oszlopain, az nem mozdul meg soha örökké, azaz a föld nem kering, pörög, forog, billeg, mit tudom én, mit csinál. A Föld nem mozdul meg soha örökké. Mi, mi az, ami nem világos ebben, az, ebben a néhány szóban? Melyik az, ami nem egyértelmű, hogy hogy egyértelművé tegye az, hogy a Föld nem mozdul meg soha örökké? Akkor mi, miért kell nekem azt hinni, hogy a Föld pörög forog, meg még azon belül is kering meg. Leírja a dolgnak a menetét, hogy hogyan épül fel a Föld, azután leírja, hogy a hegyek kiemelkedtek, ezután pedig 9-es versben határt vetettél, melyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Források, hogy a mező minden állata iszik a forrásokból, megöntözik a hegyeket, a fű, a bor, hogyan működik, fák, a magas hegyek, és aztán elmondja, hogy a holdat az ünnepek mutatására teremtett. Szerintem, amit mondani akar, az az, hogy, és mondom még egyszer, ez az írás a, bocsánat, ez a mazoretikus szöveg, amit azt hiszem 700 és 900 között írtak a, az írás tudok, valahol, valahogy így lehetett. Szóval a másiák halála után 7-800 évvel, még mondjuk a, ez a, ami, ez ugye az Elixix, a Szeptolginta, ez a Másiák idejéből való, de amit megmutattam a Pesítás szintén a Másiák idejéből, vagy néhány száz év ide vagy oda. Szóval sokkal régebbi írások rendelkezésre állnak, mint a mazoletikus írások. Ezek az írások befolyásolva vannak sok tradíció által. Az egyik ugye maga a naptár használata hiszen ekkor már bőven túl voltak az asszíriai, illetve az egyik, bocsánat a babilóniai fogságon is. Ők már rég a holdnaptárt használták ekkor. Amit mondani akarok, hogy ők úgy fogalmazták át ezeket, hogy azt mondja, amit ők használtak, amit ők akartak, hogy az emberek tudják. Mikor azt mondja, hogy teremtett holdat az ünnepek mutatására, ez a kifejezés itt moed. A moed az igazából kijelölt idő. Kijelölt találkozás, kijelölt hely, egy találkozóhely hely megbeszélt jel. Ez a jarech, kijelölt idő, és az a, a, mutatására az, nem, az a szó nincs benne. Arról beszél, hogy hogy teremtett a sá, jarach, le moed. Értelmezhetjük úgy, hogy teremtett holdat az ünnepeknek mutatására, vagy teremtett a holdnak kijelölt időket. Mint ahogy azt mondja a napnak, hogy a napot, mely lenyugovását tudja. Mind a kettőnek megvan a maga rendszere. Mindegyik tudja a helyét, ugyanúgy, ahogy szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, és fel kell a nap, és elrejtőznek azok a hajlékaiban. Mindennek a rendjét írja le, az ünnepekről szó sincs, semmi köze nincs az egésznek az ünnepekhez. Amiről beszél az az, hogy teremtett a holdnak kijelölt időket, és a nap tudja az ő lenyugovását. Mind a kettőnek megvan a maga rendszere. Remélem értető, amit mondok. Persze ezzel lehet vitatkozni, de soha sehol nem lehet, ahol, ahol nem tudja mutatni az ünnepeket. Pont, hogyha ha, ha az egyértelmű kell, hogy legyen mindenkinek, hogy 30 napos a hónap, azok alapján, amit megnéztünk most, ahol nem tudja mutatni az ünnepeket, nem fog kijönni, nem tud kijönni. Hogyha, ha csak belegondolunk abba, hogy jó, tegyük fel, megmutatja a kenyér páskát akkor van, mit tudom én, fél hold, vagy, vagy Teli hold, vagy akármi. A, ha, ha akármi van ott, hogy mutatja meg 50 nappal később a hetek ünnepét. Nem, tudja megmutatni, hiszen 50 nap alatt a hold össze vissza lesz. 28-29 nap egy hold ciklus. Jó, 29 felett mondanak, de arra nem nem jö, jö, 29 fél, ugye az annál kevesebb, mert ugye 12 hónap alatt a hold késik 10 napot. Nem fog odaérni a hetek ünnepére 50 nap vagy 49 nap alatt, de teljesen mindegy mennyi nap alatt nem érhet oda. A holdnak kell kicsivel több, mint, mint 4 hét, hogy befejezze a ciklusát, a hónap pedig 30 napos, úgyhogy a hold nem mutathatja az ünnepet, olyan, meg végképp nincs, hogy odaér, az első hónap 15. napjától, a 7. hónap 15. napjáig, ami szintén egy ünnep ö, szukott a sátrak ünnepe, és azt is mutatja valahogy, hiszen 7 hónap alatt ő el lesz maradva legalább 3-4 nappa, hanem... Sőt, hát 5-6 tal inkább. Kizárt, hogy azt mondja, hogy a holdat az ünnepek mutatására. Inkább azt mondja szerintem, hogy teremtett a holdnak ö, kielőtt időpontokat, mint Moed. De megmutatom, mert ugye Moed az van itt fordítva, hogy a Moed az ünnep. Ez ugye Oikra 23, ahol arról beszél, hogy mondd meg nekik, ezek jahuának ünnepei, ez itt Moed, ezek azok a, a, a napok, amikről ö, beszél, úgy kijelölt napok. Itt van számlájátok, azután a sabátra következő naptól, attól a naptól, amelyre bevisztek meglobálni kévét, hét hetet. Egészek legyenek azok. Egy teljes hét hét. Nem jöhet ki úgy, ha a holdat figyeli valaki. Hogy a, a hold, ha valamit mutat a hold az első nap 15-én, az nem fogja, nem fog mutatni valamit 50 nappal később. A hold nem így működik. Szerintem ez az, amit mond ott, hogyha mindent, össz, mindent, összevetünk, és nem csak azt az egy verset nézzük. Természetes, hogy egy Mózes egy is írja, azonban egy Mózes egy az ír mást ír. Legyenek világítatások az ég mennyezetén, hogy elválaszok a nappat az éjszakától, hogy legyenek jelek ott, legyenek meghatározói ünnepeknek maed, napoknak, jom, és eszendőknek senál. Éjszakok váltokozásának üteme. Éjszakok változásának üteme, nem feltétlen esztendők, hanem az éjszakoknak. Legyenek világítókul az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre is úgy lőn. át átállóim a két nagy világító a nagyobbik világító hogy uralkodjék a nappa. Miért, miért határozza meg mindent a kisebbik világító ennek ellenére? Azt mondja, hogy a nagyobbik világító hogy uralkodjék nappa, és utána boom, mindent a kisebbik világítótest fog meghatározni függetlenül a nap. Az ünnepeket, a hónapokat, a, 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 a napokat, mindent a kisebbik csinál, úgyhogy még az, de annak ellenére még hozzá kell igazítani a naphoz. Érthető? Hogy tíz napot késik évente, minden második, harmadik évben harminc napot hozzá kell adni. Ennek ellenére az határozza meg a hónapot, hogy kialakul egy olyan rendszer, Ugye ilyen 13. hónapokat fogunk hozzáadni, mikor soha egyetlen helyen sem említi azt, hogy hozzá kellene adnunk egy extra hónapot. Valahol csak megemlíteni az egész írásban, hogyha úgy lenne. Mit tudom én? Adjatok már hozzá egy hónapot, mert hogyha ez így folytatódik, akkor egyszer csak decemberben lesz. Az első hónap, meg, meg összevissz az, az egész világ, itt tíz napok így eltűnnek. Plusz, ha azt mondom, hogy adjunk hozzá egy hónapot, oké, egy hónap mellesleg, három évente az négy sabát. <laughs> szóval, akkor az hogy van? Akkor csak úgy egyszerűen négy sabátot hozzáadunk, így csinálunk négy sabátot. És amikor arról van szó, hogy 50-49. év, mikor a, a 7 sabát év, hét Év hét végén, amikor a 49 év van, és az 50. év, ugye az, amikor a foglyokat szabadon bocsátják, a jubileum, a jubál, akkor akkor 49 év alatt mennyisebb bátot kell hozzáadni, csak úgy, így, így a semmiből. A nagyobbik világító test határozza meg az évet, és onnantól kezdve az ünnepek mennek úgy, ahogy kiszámolhat. Az, hogy hol kell fel a nap, hol kell fel a hold, hol kell fel a csillagok, hogyan mozognak egymáshoz képest, az az, ami meghatározza a jeleket, az ünnepeket, a napokat és az esztendőket. Ünnepek úgy, mint a kijelölt napjai jahuának. Ezért találta ki ezeket, ezért kell nekünk megtanulni, hogy jobban megértsük azt, amit ő, ő akar. Sabát, salom, és mindenkinek a legjobbakat. Halleluja! mindenképpen kövessétek az infobából 2 csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!